Ső mindenkinek a mai alkalommal kémia szamárpad. És a mai alkalommal végre betolok valami. Na, ah, savbázisos egyensúlyok, <coughs> savbázisos feladatok. Most ne, nem fogok igazából megállni, én érdekesebb. Ülszotizálásos feladatoknál meg hasonlók. És válaszunk valami kellemeset. Lúgok PH-ja. Vízion meg ilyen hülyeségek, ezek még a gyengéknek valók, erős savak és bázisok, az pláne a gyengéknek való, mert csak 10 a mínusz ph dikon meg Logaritmus, logaritmus, hidrogénion koncentráció, azt Lássunk valami komolyabb feladatokat, mondjuk gyenge savak és bázisok. Na erről van szó, itt kezd érdekes lenni a játék. Nézzünk fel, ja itt még ilyen keretmese van, ezt szépen meg lehet itt tanulgatni, mert ez ilyen okosságok. És akkor válaszunk valami kellemes feladatot a sűrűjéből. Itt van rögtön, rögtön ez a B feladat. Számítsuk ki a lehető legegyszerűbb módon, megengedett 1-2 százalékos hibával az alábbi ecetsav oldatokban a sav diszociáció fokát és az oldat pH-ját. Vannak a bemérés koncentrációk és a sav állandója. Na, tehát akkor miről van szó? ec oldatról van szó, mi az EC-csav, CH3, COOH. Ezt feloldom vízben, akkor mi történik vele? A savnak egy része nem az összes, de CH3, COO anionra esik szét egy része a bemért savnak, és keletkezik belőle még proton. Tehát a sav diszociált. Gyenge savaknál azt lehet tudni, hogyha belerakod az oldatba a valamennyien cuccot, mondjuk C, a bemérési koncentráció. Mi a bemérési koncentráció? Fogsz a kezedbe valamennyi mol tiszta egy savat, és azt feloldod valamennyi folyadékban, és akkor kapsz egy bemérési koncentrációt, viszont amennyi savat te ténylegesen bemértél, vagy amit oda szántál, annak csak egy része el fog bomlani, és kialakul egy egyensúlyi koncentráció. Az egyensúlyi koncentráció az már akkor van, amikor már így beáltott az egyensúly minden, minden rendeződött, és akkor mi történik? Akkor fel lehet írni egy diszociációs állandót, hogy igazából a savnak mely, hányad része diszociált szét. KS értékkel szokták ezt jelölni, és fel lehet írni azt, hogy mint itt, ugye ezt fel lehet írni egy ilyen kompaktabb formába, hogy a sav keletkezik, sav maradékion, meg proton sokkal egyszerűbb ez, ezt a formulát alkalmazni, és hogy lehet felírni az ilyen diszociációs állandót, a termékek kerülnek, itt van egy tört a termékek kerülnek oda felülre, a mínusz, egyensúlyi koncentrációt ilyen szögletes zárójellel szokás jelölni, szorozva, H plusz, ion. Ezek a termékek, itt vannak a termékek, ez egy reakció termékei, itt pedig a kiindulási anyagok, ami most egy sav, és akkor HA. Egyensúlyi koncentráció, tehát szögletes zárójel. Ez nem az a, ez nem az a sav mennyiség, amit bemértem eredetileg, mert az C. Ez itt olyan, hogy amit bemértem, mi az egyensúlyi koncentráció HA? Bemértem valamennyi savat a legelején, C mol per köbdeciméter volt a bemérés koncentráció, ugye amennyi molt beleraktam a lombikba, és amekkora ide belerakom a molt, darab számot, valamekkora térfogatba beoldom, és akkor annak van egy koncentráció, egy ilyen elméleti koncentráció mol per köbdeciméter, hogy mennyi anyagot mennyi köbdeciméterben oldottam, de az pedig az itt van, és akkor miután ott feloldottam, azonnal elkezd szétdiszociálni a sav, és valamennyi szétbomlik belőle. Mennyi bomlik szét, amennyit bemértem, abból le kell vonni azt, ami szétesett. Itt van a, itt van a szétesett darabnak a mennyisége, tehát le kell vonni belőle az A-nak, savmaradék a, savmaradékionnak a konz, az egyensúlyi koncentrációját. Kialakult az egyensúly, bemértem valamennyit, abból valamennyi szétesett, amennyit bemértem, és amennyi szétesett, annyi maradt ott még meg. Ez nem esett szét, ez a szétesetlen sav. Hm. Ha lehet ezt mondani. Tehát ezt fel lehet írni, és akkor mivel ez itt egy ismeretlen, ugye ezt azért kell megtenni, mert ez itt egy három ismeretlenes egyenlet. Egy, kettő, három ismeretlen van benne. Ezt csökkenteni kell, hogy egy ismeretlenes legyen. Szerencsére van még egy ilyen lehetőség, hogy amikor egy ilyen sav szétesik, akkor abból egy darab sav keletkezik, és egy darab proton keletkezik. És azt lehet látni, hogy ugyanannyi proton van, mint amennyi sav Tehát azt lehet mondani, hogy ez a A- az pontosan ugyanannyi, mint a proton koncentráció, egyensúlyi Na, ezt a két törvényt felhasználva, akkor fel lehet írni egy sokkal kedvesebb egyenletet, tehát akkor fel lehet írni azt, hogy KS, ugye akkor rögtön az A helyére, A helyére már is be lehet írni azt, hogy az igazából tök ugyanaz, mint a proton. Tehát beírom azt, hogy H+. Most elhagyom a szögletes zárójeleket, hogy könnyebb legyen. Itt van, itt van, még egy ilyen H+, szorozva h -szal. és itt alul itt van az egyensúlyi savkoncentráció, ami nem más, mint a bemérési savkoncentráció, és az egyen, és levon, levonom belőle azt, ami szétesett, és a maradék, tehát beírhatom azt, hogy tört a C, mínusz, és ugye megint itt van ez a, hát akkor ezt megint lehet helyettesíteni a H-val, úgyhogy ide is beírom azt, hogy H plusz. És akkor kialakul egy ilyen tök kedves egyenlet, hogy ez igazából ez itt, ezt fel lehet inni, hogy H négyzet, H plusz négyzet, és kialakul egy ilyen másodfokú egyenlet, hogy KS egyenlő, h négyzet per c minusz h. Jó? Ezt át lehet rendezni, tehát igazából ezt így át lehet rendezni egy rendes egyenletét, tehát azt lehet csinálni, hogy ks c minusz ks h egyenlő h négyzet. Ugye csak itt ez, ez az alsóval itt felszoroztam oda, és akkor ks c h beszoroztam ezzel, lett a KSC, levonom belőle, mínusz KSH. KS -szer H. Ez került oda, és az egyenlő itt érintetlenül itt maradt ez a H négyzet, az ott van. Át lehet ezt rendezni, tehát mínusz H, levonok innen H négyzetet, mínusz H négyzet, plusz KSH, vagy hát akkor ez itt mínusz KSH, plus KSC egyenlő nulla. Na, ez egy nagyon kész kis egyenlet. És akkor most megmutatok egy jó kis trükköt ezen a számológépen. Be lehet kapcsolni, és akkor itt van, hogy mód. megnyomom a módot. És akkor itt van egy olyan, hogy egyenletek. Ha az ötös gombot megnyom, akkor az egyenletekhez jutok. Megnyomom. És akkor itt van mindenféle, két, ismerese, két ismeretlenes egyenlet, három ismeretlenes egyenlet, másodfokú egyenlet, és harmadfokú egyenleteket is meg lehet oldani. Most ez egy másodfokú egyenlet, tehát a hármas gombot ha megnyomom, akkor jó lesz. És akkor ide be lehet írni az adatokat, elő az A helyre kerül az X négyzetes tag, ide az X-es tag, ide pedig a sima számos tag, és úgy kell beírni ide, hogy tekintjük azt, hogy ez egyenlő nullával. Tehát pont egy ilyen egyenletet kell oda beírni. Ugye itt van egy ilyen egyszeres szorzó, tehát mínusz egyszer, mínusz egyszer mínusz ks, ugye a ház, ez lehet x négyzet, x, pedig igen, sima szám, c. Ezt ide szépen be lehet írni, be is írom hamar, hogy mínusz egy, ide be kell inni a ks, ugye a ks az micsoda? Az a sav diszociációs állandó, ezt beírom. Mínusz 1,8-szor 10 a mínusz 5 -en. Be van írva, és akkor oda a ks szer c, ami az, hogy 18 x 10 a mínusz 5 -en. most nincs negatív, össze kell szorozni a c-vel, a bemérés koncentrációval, ami nem más, mint innen kell válogatni, ezek a bemérés koncentrációk, Kezdjük a, nem fogom megcsinálni az összeset szerintem, mert kinek van arra ideje, az elsőt meg az utolsót fogom megcsinálni, tehát beírom még oda azt, hogy szer 10 a mínusz elsőn. Szer 10 a mínusz egyediken. Oké, okay, és akkor miután beírtam az ABC tagot, feltételezve az, hogy ez mind elő nulla, megnyomom az egyenlőséget, és a számológép kiszámolja a feladatot. Ugye nagyon érdekes, hogy ez ilyen, másodfokú egyenleteknél mindig két megoldás van, és simán előfordulhat, hogy az egyik megoldás negatív, vagy az egyik megoldás az mindig rossz lesz ilyenkor. Ugye nem létezik negatív koncentráció. <kül> tehát nagyon fontos, hogy nem létezik negatív koncentráció, fizikailag nincs értelme, hogy kémiai szempontból nincs értelme ennek a jelenségnek, tehát a másik eredmény lesz a legjobb. Tehát <kül> abban az esetben, ha a C 10 a mínusz első mol per köbdeciméter, akkor az egyensúlyi hidrogénion koncentráció, ugye az X az mi volt? Az X az maga a hidrogénion koncentráció volt. Abban az esetben ez 1,3326 szor 10 a mínusz harmadikon mol per köbdeciméter. Oké, okay, és akkor ebből pH-t lehet számolni. Hogyan kell pH-t számolni? pH az egyenlő mínusz logaritmus a plusz egyensúlyi koncentráció. Ezt be kell odaírni. Ugye hogyan lehet visszaváltani akkor normál szám? Vagy várjunk előbb, számoljuk akkor ki ezt a másikat is. ah, és ez meg nem mindegy. Beírom akkor még a másik eredményt is, hogy C egyenlő 10 a mínusz 5 múl. Akkor mit kapok? Beírom gyorsan még egyszer ezeket az adatokat. Mínusz 1,8 szor 10 mínusz 5 18 x 10 a mínusz 5 szorozva 10 5 -en. Ugye most beírtam ezt, ezt az egyensúlyi koncentráció értéket. Lássuk, hogy mit kapok. Ebben az esetben hára azt lehet kapni, hogy 7,155 ször 10 a mínusz 6-on mol per köbdeciméter. Na, akkor vissza kéne menni rendesen a számológép módba, megint meg kell nyomni ezt a mód gombot. Az egyes, ez a komp szokott lenni az, ami az általános számológépmód, és akkor beírom ugyanezeket az egyenleteket, hogy mínusz logaritmus, ezt a számot 1,3326-szor 10 a mínusz harmadikon, ezt beírom, és kijön az, hogy a pH 2, 8, 5, 3. Oké, okay, ez, ez az egyik megoldás, itt PH. Még egyszer meg kell tenni a másik, egy másik bemérés esetében. Hol van log itt? 7,1555 ször 10 a 6 hatodikon. Itt pedig a pH 5, 1, 4, 5, 3, 6. Na, és akkor meg is vagyunk a feladattal, lássuk a megoldó kulcsot. Mi a feladat száma? 664 B. 664. 664 B B ház 2,88 szinte az megfelelő E 5,15 ez is kb. megfelelő, itt nem tudom mi ez az elhanyagolás témakör de itt ilyen kémiai lehetetlen eredmények jönnek ki, úgyhogy ez hagyjuk is ja, és ki kell számolni még a diszociáció tehát a diszociáció fok fokot azt úgy kell kiszámolni, hogy azt alfával jelölik, az nem más, mint az a sav, ami diszociált, ahhoz képest, ami jelen volt ott. Ugye, hogyha megszoroznám százzal, akkor diszociáció százalék, hogy a sav hány százalék a diszociált, arra mutatná meg a választ, de a diszociáció fok az a minus per h. Sőt, ö, ez a bemérési koncentráció, bemérési koncentrációval kell ezt eljátszani. Amennyi szétesett, amennyi eredetileg jelen volt. Ezt így kell, így kell meghatározni, és akkor ugye lehet használni azt a trükköt megint, hogy a savmaradék jön, az pont ugyanannyi, mint a proton, vagy a proton mennyiség, koncentráció, úgyhogy ezt oda beírom. 10 a mínusz harmadikon, osztva, mi volt a bemérés? Ez volt a bemérés. Koncentráció 10 a mínusz elsőn. És akkor alfa az egyenlő 0,013326. Számoljuk ki gyorsan a másikra, csak a rendkedvér, hogy ugyanaz kapom-e. Ezt az értéket, ezt egyből beírom, 7,155 ször 10-6-on, bemérés koncentráció az 10-5-en diszociáció fok, az pedig nem más, mint a 0,71555. Ugye ezt lehet százalékban is mondani, tehát megszorzom 171 71 százalék, ez pedig 1,3 százalék. Azt lehet mondani, minél tövé, töményebb a sav, minél töményebb a sav, annál, annál, kevésbé diszociál. Minél hígabb az oldat a sav, annál több része tud disszociálni, annál nagyobb százaléka esik szét a savnak ha hígabb az oldat. Mert ugye itt mennyire híg az oldat? Itt valami öt nagyságrendel hígabb az oldat. Sokkal hígabb az oldat, mint ott. 100.000-szer hígabb. Ilyenkor sokkal több sav szétesik. Ha tömény az oldat, akkor visszaszorul, akkor nem tud annyi szétesni, és sokkal több sav marad szétesetlen állapotban. Nézzük meg, hogy jó eredmények jöttek -e ki. 664. 7x10, ugye ezt így, így lehet felírni, ez pont annyi, 7 egy 5, 7 1, 6, oké, ez megvan, és akkor ez 10 a második, 1,3 szor 10 a mínusz másodikon, 1,3 szor 10 a mínusz másodikon, szóval megfelelő, megfelelő volt itt ez a rész. Na, akkor kb. így kell ezt a feladatot megoldani, minden esetben nem tudom, hogy mennyire látszik itt a feladat. Tehát van egy gyenge sav, szétesik, egy-egy arányba keletkezik ez a kis cucc, fel lehet írni a savi diszociáció állandónak alapképletét, és akkor kicsit így elgondolkodva a feladaton, hogy igazából ezek a számok, ezek itt mik, fel lehet írni ezt a két tudást, hogy igazából a megmaradt sav, a egyensúlyi sav koncentráció, ez az, az, amit bemértem, mínusz az, ami szétesett belőle, annyi az, ami nem esett szét. És még egy ilyen érdekesség az egyenletből látszik, hogy ha egy sav keletkezett, akkor az pont ugyanannyi, mint a proton, mert egy, egy, keletkezett. Ugye néha van, van olyan, hogy mondjuk a foszfátionnál H3PO4, azonnal szétesik mondjuk PO4 három negatívra, meg, meg három darab protonra, akkor mondjuk, a, akkor mondjuk azt lehet mondani, hogy a hidrogénion az egyenlő háromszor a savmaradékion. Tehát ak három darab ilyen cucc keletkezik belőle, tehát itt lehet látni, hogy egy háromértékű sav esetében így néz neki ez az egyenlet. Nem tudom, látszik-e. Tehát itt egy-egy arányban vannak, tehát ugyanannyi van, itt viszont háromszor annyi van a protonból, mint a, mint a savmaradékionból. Na, ez, ez ilyen érdekes feladat. Akkor szépen be lehet írni, át lehet, tehát ezekkel az egyenletekkel, szépen fel kultúrát formába, egy ismeretlenes formába ezt az egyenletet, és akkor utána egy másodfokú megoldás keretei közt, másodfokú egyenlet megoldásnak a keretei közt szépen kijön a protonnak az egyensúlyi koncentrációja, abból pedig már lehet ph számolni, meg diszociációfokot ezekben a formákban, ahogy itt le van írva. Na, ez egy ilyen kis kedves kis feladat, így kell gyenge savaknak a diszociációs lehet kiszámítani bázisoknak is ugyanígy kell, csak egy kicsit itt módosul az egyenlet, tehát ugye bázisoknál itt bázisállandót kell megadni, ez egy kicsit másabb, és talán egy kicsit itt hogy van felírva, tehát itt alul lesz két érték, vagy felül lesz egy érték, szóval ugye az így néz ki, hogy B meg H plusz egyenlő B H plusz, és akkor egy ilyen egyenletet írunk fel, akkor az, az valahogy így néz ki majd annak a cuccnak a, B szer H. Egyenlő KB. gyenge, gyenge bázisoknál ezt az egyenletet kell alkalmazni, és gyakorlatilag hasonlóan kell megoldani az egész feladatot. Így szépen végig gondolva ezeket a dolgokat be lehet helyettesíteni. Na, ez klassz volt, tetszett, úgyhogy akkor csináljunk meg még egyet. Ez ilyen kis lighty volt. Hol is volt? Menjünk egy kicsit tovább, kicsit összetettebb feladat itt van egy ilyen érdekes feladat, hogy ismeretlen egyértékű gyenge sav, 1 mol per köbdeciméteres oldatát 500 szoros térfogatra higítva a ph -ja két egységgel változik. Hogyan változik el közben a diszociációfok? fok? Mekkora két pH? Mekkora a savállandó anyád? Érdekes. Érdekes feladat. Ugye azt lehet mondani, van egy, van egy koncent, C1 az egyenlő 0,1 mol. A C2, ugye kihigítom, ugye kihigítom, akkor 500 szorosára higítom, akkor 500 ad részére csökken a koncentráció, tehát azt lehet mondani, hogy 0,1 per 500 mol a második, a higítás utáni koncentráció. Miközben ezt megtettem, a pH két egységgel változik. Ugye egy savoldatot higítottam. Ugye itt van a nulla, vagy itt van a 7. Arra lúgos van 14. Arra nulla a savasság van. És ugye egy savoldatot, mondjuk kicsi volt a pH, egy savoldatot kihigítok, akkor Egyre inkább tolom a 7 pH fejét vízzel higítok valószínűleg, aminek a ph -e 7-es, tehát hogyha higítom, akkor emelkedni fog a ph -e a savnak, tehát két egységgel növekszik a pH. PH, um, pH 2 az egyenlő a pH 1 meg 2, tehát emelkedni fog a pH valamilyen mértékben, növekedni fog a pH. KS értékét azt nem tudjuk, nem tudjuk, hogy milyen savról van szó. Ez kérdőjel. És az alfa is kérdőjel. Ez már egy érdekesebb feladat, bőven. Bőven érdekesebb. Próbáljuk meg felírni akkor a dolgot, hogy alapegyenleteket, hogy gyenge sav első esetben KS ugye ez mindig állandó, tehát a K, a savállandó, az minden, minden, esetben állandó. Ez egy állandó, benne is van a nevében, hogy állandó. Tehát fel lehet írni először azt, hogy H hidrogénion koncentráció az egyenlő C1 H. Ugye ez szoros kapcsolatban van a pH-val, a hidrogénion koncentráció, tehát ez az egyik egyenlet. Ugye ezt, ezt elvileg ezt úgy is fel lehet írni, hogy 10 mínusz pH adikon, ami egyébként nem tudom, hogy mennyi. ph az nem tudom, hogy mennyi. És felírom a másik egyenlet, ez az KS egyenlő, ez a PH1. És ez négyzetem van. Itt a másik, másik PH értéke, vagy egy másik hidrogénion koncentráció lesz. Ezt se tudom, hogy mennyi, de itt C2 H plusz 2, egy ilyen egyenlet van, ez a két egyenlet létezik. Mondjuk van egy olyan logaritmus azonosság, hogy... Basszus, van egy olyan logaritmus azonosság, hogy mondjuk itt beírom azt, hogy hidrogénion koncentráció, és itt két egységgel nagyobb. Tehát ezt az egyenletet át lehet írni egy olyan formára, hogy két egységgel nagyobb, logaritmus azonosság, tehát mondjuk lehet csinálni ilyet, hogy 10 a mínusz 10 a négyzeten, um, szer 10 a négyzeten, akkor azt fel lehet írni, úgyhogy 10 a 2 meg 2 en a -en. Tehát van egy ilyen logaritmus azonosság, ezt lehet itt alkalmazni. Ilyen hatvány azonosság, vagy nem tudom, ilyen random azonosság, hogy itt fel lehet írni ezt ilyen összeges formában. És akkor ezt fel lehet írni úgy, ez igazából két egységgel nagyobb. Az azt jelenti, hogy 10 a mínusz másodikonnal nagyobb. Tehát a H2, koncentrációt fel lehet írni úgy, mint a, ez a, ez a kettő, ezt fel lehet írni úgy, mint a H1 plusz, szorozva két egységgel lesz nagyobb a pH, szorozva 10 a mínusz másodikon. Mert ugye ez igazából 10 a mínusz x-en, tehát ez pH, ha pH-ként akarnám ezt felírni, akkor 10 a ph dikon és akkor ezt két egységet még hozzáadok, azt úgy lehet felírni, hogyha két egységet még hozzáadok a pH-hoz, ugye itt van, hogy 10 a ph dikon és akkor hozzáadok még két egységet, akkor azt az fel lehet írni, úgyhogy ilyen tört alakban, hogy, fel, hogy odaírom, hogy itt a két, itt, ez, itt, ez itt a pH plusz 2, ugye nem logaritmus alakban, hanem az ilyen hatványos alakjába felírva, ezt a kettőt össze kell szépen szorozni, tehát a az első érték, az első hidrogénion koncentrációt, ezt meg lehet szorozni ezzel a másik értékkel, és akkor ez jön ki. Tehát ezt a másik, második egyet, ezt fel lehet írni, úgyhogy S, ugye ez állandó, ez mindig ugyanaz, C2 H1, H1 szer 10 a mínusz másodikon, itt fent pedig azt írom, hogy H1, Szer 10-4-en. Miért írok ide 4-en? Mert itt a négyzeten van, tehát itt a 10 2 a van a négyzeten, és ebből lesz akkor 10-4-en. Tehát itt fent ezzel szorzom meg, és akkor ez a, ez a helyzet. Na, és akkor azt lehet mondani, hogy akkor ebben az egyenletben most a h1-ek szerepelnek, és itt, itt is a h1-ek szerepelnek csak, és látszik, hogy mind a kettő a k-sel egyenlő. Tehát ez k-sel egyenlő, ez is, meg k-sel egyenlő, ez is. <kül> Elnézést. Viszont, hogyha ez, ez a helyzet, akkor azt lehet mondani, hogy ez az egyenlet, ez tök egyenlő ezzel az egyenletel, tehát egybeírhatom a kettőt. Tehát felírom ezt az egyenletet, hogy H1 négyzet törve c 1 el mínusz h 1 Ez tök egyenlő lesz azzal, mint hogy azt írom, hogy H1 szer 10 a mínusz negyediken, törve c2 minusz h1 szer 10 a minusz másodikon. Ezt az egyenletet kell megoldani. Egy ismeretles egyenlet, szépen ezt meg lehet oldani, ugye ezeket az értékeket ezt tudom, tehát ez itt 0,1, ugye? Ezt is bezártam a könyvet. Hol volt? Hányos feladat volt ez? itt van. Egy század mólos, tehát ez 0, vagy egy tized mólos, 0,1 mól, ez pedig itt 500 hígít, 500 Tehát ugye mi történik, hogyha van valamennyi, ez duplájára higítom, akkor fele akkora lesz a koncentráció. Ha ugye kétszeresre higítom, akkor fele annyi lesz a koncentráció. Ha 500 ra higítom, akkor 500-ra csökken a koncentráció, tehát beírhatom azt, hogy 0,1 per 500, 2 x 10 a mínusz 4 mól, mólos oldat. Kicsit rendezem az egyenletet, ugye mit lehet csinálni egy ilyen esetben? Keresztbe szorzok, ezzel felszorzok oda, ezzel a résszel felszorzok oda, és akkor eltűnnek a törtek, azt nagyon értékelem. H1 négyzetszer. Először zárójel ezek, mert nem vagyok biztos magamban sose. C2, igazából beírhatnék, beírhatnék oda a számokat, tehát igazából most már csak H1 van ebben a rendszerben, úgyhogy ezt az egyes indexet is elhagyom. Tehát H négyzet szer kétszer 10 a mínusz negyediken, mínusz H szor 10 a mínusz másodikon, egyenlő, itt a túloldalon, ott van az, hogy h szor 10 a mínusz negyediken, szorozva c, ez 0,1, szer 0,1 mínusz h. Oké, okay, felbontom a zárójeleket, nézzük, hogy mit kapok, h négyzet, Szer 2 szer 10 a mínusz 4-en, mínusz h a 3-on, szer 10 a mínusz 2-on, egyenlő. Először ezt, ezt a kettőt összeszózom, tehát hszor 10 a mínusz 4-en, szer 0,1, mínusz. Itt van egy mínusz, ezzel a taggal összehozom ezt a tagot, tehát h négyzet. 10 a mínusz 4-en. Így néz ki az egyenlet. Nézzük, hogy lehet-e itt valamit intézni. Um. Hozzá csak elkezdem itt összevonogatni ezeket a dolgokat. Tehát hozzáadok itt uh, ezt a két tagot, ezt megpróbálom összevonni. Itt plusz ezt a tagot hozzáadom. És akkor azt kapom, hogy h négyzetszer 2x10-4-en, meg hozzáadom ezt az értéket, hogy 10-4-en, 3x10-4-en, a ezt átvittem oda, az négyzetes tag megvan. Akkor itt van egy olyan, hogy h a 3 szer 10 a mínusz ez egy 3 fokú egyenlet lesz, már most látszik mínusz, levonom belőle ezt az egyszeres cucc tagot, ezt gyorsan össze összeszorzom, hogy 10 a 4 szer szer 0,1 ez 10 a mínusz 5-diken h szor 10 a mínusz 5 egyenlő kivontam, ezt kivontam onnan, egyenlő nulla. Elvileg ezt az egyenletet kaptam, ugye ezt szépen felírva ezt úgy lehet felírni, hogy mínusz x a harmadikon, mínusz 10 a mínusz négyzeten x a harmadikon, meg 3 x 10 a mínusz negyediken x négyzet, mínusz 10 a mínusz x egyenlő nulla. Ezt az egyenletet kell megoldani, megint csak egy remek lehetőség, hogy ez a számológép itt van, mert megnyomom módot, egyenletek 5, és itt pont van ebben a számológépben lehetőség, hogy egy harmadfokú egyenletet is gond nélkül meg lehessen oldani, négyes gombot kell csak megnyomni hozzá. És akkor először itt be kell írni ide a köbös tagokat, az mínusz 10 Mínusz. Másodikon beírtam ezt, beírom az x négyzetes tagot, az 3x10 mínusz 4-en, az is be van írva, beírom az x-es tagot, az 10 mínusz 5-en. Oké, okay. x nélküli tag az nincsen, tehát az nulla. És az egész rendezve van nullára, tehát igazából megint kijött. 3 érték, x1, x2, x3. Ugye látszik, hogy az x2 az megint negatív, azzal nem lehet mit kezdeni, az x1 az pedig 0,05. Ez mi volt, ez a hidrogénion koncentrációja. Már itt van egy hiba. Ez nem jó. Itt lemaradt egy négyzet, és ezt vakon beírtam, ide itt is van egy négyzet. Ez nem lesz így jó, ezt újra kell írni sajnos, várjál. <laughs> Hapszik, kis technikai malőr. Ezt az egyenletet kicsit szarul írtam, mert itt van egy négyzet, tehát még egyszer. Mázli. Már akkor felírom még egyszer, tehát H négyzet szer 2x10 a mínusz 4-en, mínusz 10 a mínusz 2-en szorja a technikai hibája néha előfordul. H négyzet van itt, s 10 a mínusz 4-en, ugye? Itt ez nagyon fontos, hogy ez itt van. Muszáj egy négyzet legyen. Szóval ott van az, ez lemaradt innen és én végig lemaradt, tehát ezt az egész részt újra kell csinálni. Be kell szorozni ezzel az alsó taggal, ami itt van, 0,1 szer 0,1 mínusz h. Ellenőrzöm még egyszer, mert ez ilyen isteni szerencse, hogy ott az észrevettem, hogy ott nincs ott. az szépen ott van. C egyszer az. Tehát ez így most, ez így egyen jobb. Na ez, ez lesz így a király. Nézzük csak. Tehát akkor ezt kell rendezni, akkor az mondja, hogy H négyzet szer 2 x 10 a mínusz negyediken, mínusz H a harmadikon szor 10 a mínusz négyzet, egyenlő, itt az történik, hogy akkor ezt összeszorzom azzal, tehát lesz az, hogy h négyzetszer 10 a mínusz negyediken szer 0,1 mínusz h a harmadikon szor 10 a mínusz negyediken. Szóval ez, a, ez a különbség itt. Kicsit tök más az egyenlet. És akkor most kell szépen összevonni a dolgokat, és kicsit meg fog változni lehet így az összevonás eredményeképp a dolog. Tehát akkor először ezt a tagot, először ezeket a szép számokat itt összevonom. Ez 10 a mínusz 5 -en. Itt ki kell vonni egymásból ezt a kettőt. Hozzáadok, hozzáadok. Ez, ezt a tagot, ezt megint hozzáadom. Tehát a mínusz 10 a mínusz másodikon, az hozzáadok. 10 a mínusz negyedikent. Ennek es. Írjuk fel szépen. Megjelenik ez, hogy mínusz 9,9 x 10 a mínusz harmadikon. Ez már is látszik, hogy itt tök random számok jelennek meg az előző képest. Egyenlő h négyzet szer 10 a mínusz ötödiken. És akkor ez már nincs ott itt tartunk. lehet -e még rendezni szépen az egyet? Itt van, egy H négyzetes tag van itt. Ezt a két tagot, ezt megint szépen itt kivonok belőle H négyzetet. Ezt a tagot, ezt kivonom innen. levonom a 2x10 a mínusz 4 Levonok 10 a mínusz 5 1,9 szer 10 a mínusz negyediken h négyzet, mínusz 9,9 szer 10 a mínusz harmadikon h köb, mert ez, ez itt h köb. Igaz? És akkor ez egyenlő nulla. Ha minden igaz, ezt itt levontam. Ez, ez, lesz a végső egyenlet. Magyarán szépen felírva, akkor mínusz 9,9-szer 10 a mínusz harmadikon, x a harmadikon, plusz 1,9-szer 10 a mínusz negyediken, x négyzet, többi tag pedig nincsen, tehát nincsenek ilyen egy x es meg x nélküli tagok. Na ez lesz a jó egyenlet szerintem. Nem <kül> is <altul> remélem. <kül> Még egyszer akkor bemegyünk az egyenletekbe, harmadfokú egyenletettől még mínusz 9,9x10 a mínusz harmadikon. Az x négyzetes tag, vagy az x köbös tag, 1,9x10 a mínusz negyediken, x négyzetes tag, nincsen. X-es tag. Meg nincsen semmilyen másik tag, tehát akkor egyenlő, és akkor két, két gyököt dobott ki most a gép. Az egyik az nulla, a másik eredmény pedig az, hogy az X, ami nem más, mint a hidrogénion, egy koncentráció, az 0,01919 mol per köbdeciméter. Ha ez, mondjuk ez eléggé, hát mondjuk kb jó, mert majdnem 0,02, számoljuk ki azt, hogy mennyi a pH-ja, visszamegyek gyorsan a komplex cuccokra, mínusz logaritmus, ezt a számot beírom, pH az 1,7169 Hát, egy kicsit elszomorító, hogy nem kerek szám Nézzük csak meg gyorsan megoldok kulcsot. Ez elég maccer a feladat, könnyű elcseszni. Mennyi a száma ennek a feladatnak te atyaig? Én elvesztettem. Ja, itt van! 6,67 6,60 6,67 1, 1,72 1,72 Kb kijött! Na hála a rohadt életnek! Milyen mázi volt, hogy elcsíptem már azt a hibát ott az elején. Sajnos nagyon jellemző rám, hogy lehagyok néha, <coughs> néha indexeket, meg paramétereket, tehát <coughs> erre nagyon figyelni kell. Szóval ez itt rohadtul négyzetem van, mint ahogy itt, itt az egész. Sajnos, sajnos elég nagy káosz volt ez a rész itt, úgyhogy most nyár össze kell foglalni. Na akkor, tehát ez, ez itt a pH, itt van az egyik hidrogénion koncentráció, akkor ki kell számolni a Kértéket ugye akkor felírhatom az, ez a h1, h1, tehát azt lehet mondani, hogy ks egyenlő h1 négyzet per c1 minusz h1, c1 az ugye 0,1, ez a h1 az most ott van, hogy az minusz -0 0,01919, majd rondán írok, tehát akkor ks, ami változó, az 0,01919 négyzeten per 0,1-0,01919, ezt így be lehet írni, nézzük meg, hogy mi jön ki, 0,01919 a négyzeten per 0,1-0,01919. Disszociál KS értéke az egyenlő 4,557. 10 a mínusz harmadikon. Lássuk, hogy Lássuk, hogy ez eltalálta-e. 4,6 x 10 a mínusz Hát kis, kis eltérés van, kerekítések, meg ilyenek. Tehát ez kb. 4,6 x 10 a harmadikon. Ez megfelelő. És akkor a diszociáció fokat pedig ugyanígy kell kiszámolni az egyiket ezt az értéket elosztjuk ezzel, 0,01919-szer, 0,01919 per 0,1. Diszociáció fok az 0,1919. És tényleg ez jön ki? Biztosan, biztosan. Fú, nagy mag volt egyébként, de így. Így még pont a Közepén elcsíptem azt a hibát, hol van? Egy kilenc 2 ja, itt van mi. Az ugyanaz. Na, szóval akkor hát így kell megoldani ezt a feladatot. Most még ilyen apróságot ki lehet számolni, és ilyen változik. Ugye a ph az növekszik 2 tehát akkor a pH-2 az. 3,7169, akkor ugyanúgy ki lehet számolni, Ugye a KS értékében ki lehet számolni most az előbbi feladathoz hasonlóan a H2 iont, ott, vagy hol? Kicsit káosz. Tehát összefoglalva a feladatot, akkor volt a KS, az mindig állandó volt, és akkor fel lehetett írni az elsőt, ami az első Hidrogénion koncentráció C1 szer H1, ez négyzeten van, ez nagyon fontos, hogyha ez, ez négyzetjel lemarad, marad, akkor minden elcsesződik. Volt egy második egyenlet, akkor az H1 négyzet szer 10 a mínusz negyediken volt, C2, ez mínusz, mínusz H1 szer 10 a mínusz másodikon, tehát volt ez a két egyenlet, ugye az, azért kellett ide beírni ezeket, mert a pH két egységgel változik, logaritmus azonosság esetében a két egységgel változás az egy ilyen, log, ilyen nem logaritmusos értékben, hatványos értékben az ilyen 10 a mínusz másodikonnal történő szorzás, ott az egész még négyzeten van azért ott, tíz a 10 a mínusz ugye azt két egyenletet össze lehet vonni egybe, mivel ez a két érték az egyenlő volt, kijött akkor a H1 értéke, szerencsére sikerült kifejezni H1-ben, kijött a H1 értéke, akkor szépen, miután az kijött, akkor ki lehetett számolni ebbe az egyenletbe visszahelyettesítve a KS értékét, ugye a PH-t, ha ismerem a H1-et, akkor az már eredményezi a PH-t, Hogyha már a KS értéke megvan, akkor a KS-t ide beírom, itt vannak ezek a random értékek, tehát simán ki tudom számolni akár a H2 értékét, sőt nem is kell a H2 értékét kiszámolni, mert elég csak így megszorozni, igazából a H2 érték az H1 érték megszorozva ezzel, tehát a H2 az egyenlő H1 10 a mínusz másodikon, egy ilyen érték. Meg lehet, ebből lehet megtudni a PH2-t, amit egyébként amúgy is tudsz, mert kiszámolod a PH-t, és két egységgel növekedett meg, na mindegy. Ki lehet, tehát kijött a KS értéke, azok után, hogyha itt visszahelyettesítjük a H1-et, akkor ki lehet számolni a KS értékét, diszociációfokot, és ha a KS érték megvan, akkor igazából már minden megvan, tehát akkor ki lehet számolni egy gyenge savas feladatot. Na hát ez rohadt nagy káosz, itt a matekban nagyon könnyű elveszni, tehát itt nagyon fontos, hogy itt négyzet van, amikor felírjuk ezt az egyenletet, keresztbe kell szorozni, akkor ez itt ilyen tök rossz, mert itt lemaradt a négyzet. És akkor szépen rendezve az egyenletet, össze lehet vonni, harmadfokú egyenlet jött ki, számológép, rohadt fontos, hogy ilyen számológéppel kell rendelkezni, mert harmadfokú egyenleteket lehet vele megoldani, és ez megkönnyíti a dolgot. Kijött az érték, és akkor onnantól kezdve, hogy egy ilyen hidrogénion koncentráció van, onnantól kezdve szépen vissza lehet vezetgetni. Na ez, ez, már egy komolyabb feladat volt, basszus kulcs, szóval ez, ez már hardcore, ez már durva kémiai feladat, ez emelt érettségén se jöhet elő szerintem ilyen komoly feladat, ahol harmadfokú egyenleteket kell megoldani. Szóval ez egy, egyetemi szintű feladat volt szerintem. Ma és példatárból egy feladat. Na hát remélem nem volt rohadt nagy káosz ez a második fele a megoldásnak, de remélem azért <coughs> sokat lehetett belőle tanulni, ez nagyon bonyolult feladat, és sok részlépés kellett hozzá, úgyhogy aki egy ilyen feladatot meg tud oldani, az meg tud oldani bármilyen gyenge savas feladatot attól tartok. Na, ennyi lett volna szerintem a mai alkalomra. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!